Tehát a történet lényege az, hogy egy repülőgépet, egy Airbus A320-asat vásárolt az Air New Zealand, új-zélandi légitársaság, de mire meglett, hát ez ilyen vásárlásnak több év az átfutása, addigra kiderült, hogy már nincs olyan nagyon nagy szükségük rá, inkább bérbeadták egy kis németországi chartertársaságnak, amelyik nem menetrendszerű, hanem megrendelésre csinált járatokat 6-8 géppel, és amikor lejárt ennek a szerződésnek a ideje, akkor vissza kellett adni a gépet az új-zélandiaknak. A szerződésben az volt, hogy a visszaadáskor egy többek között átfestés, berepülés tartozik a visszaadási procedúrához. Ezt nem gondolták eléggé végig. Tudnék, a berepülést azt berepülő személyzet szokta csinálni, akiknek részben ilyen irányú képzettségük, meg tapasztalatuk van. Amikor idáig jutott az ügy, akkor kiderült, hogy egyik légitársaságnak sincsen berepülő személyzete. Ráadásul abban maradtak, hogy ugyanazt a berepülési programot repülik végig, amit a gyár szokott akkor, amikor átadja a gépet a vevőknek, de azt a gyári berepülőpilóták hajtják végre, akiknek részben az ilyen berepülésekben óriási a tapasztalatuk, részben pedig ők emellett csinálják az új repülőgépek kipróbálását, ami egy nagyon izgalmas és időnként váratlan eseményekkel tarkított repülés, és ezek a pilóták természetesen az ilyen helyzetekkel már fel vannak készülve. Itt még egy pici bonyodalom volt, hogy az a kapitány és másodpilóta, akik erre a feladatra a német légitársaságtól ki voltak jelölve, azok se voltak egészen tökéletesek ebből a szempontból. Kapitány az egy 51 éves pilóta volt, meglehetősen nagy 12.000 órás gyakorlattal, viszont nem berepüléssel, hanem ő útvonalrepülésekkel foglalkozott, és ő volt ennek a kis légitársaságnak a repülési igazgatója is egyben, ami egy kicsit növeli a kockázatot, mert vizsgákon, meg a képzéseken az ilyen főnökökkel azért egy kicsit csínyán bánnak, gyakran nem minden hibájukat mondják el, és ez néha nagyon veszélyes, több balesetnél fölmerült ez a probléma már. A másodpilóta az még problémásabb volt, az idősebb volt, 58 éves, szintén hatalmas tapasztalattal, de még mindig másodpilótai jogosítása volt csak. Neki futott a kapitányi képzésnek, de abba kellett hagynia, hogy pontosan miért, az nem derült ki a vizsgálatból, de általában ennek képességbeli hiányosságok szoktak az okai lenni. Na ez a személyzet már tulajdonképpen a felszállás előtt elkövetett egy végzetes hibát. Tudnélik, a berepülésnek a része volt az, hogy kipróbálják a repülőgépen működő átesés elleni védelmet. Ez tulajdonképpen egy olyan automatizmus, ami ha az állásszög a sebesség csökkenésével már túl nagyra nő, akkor automatikusan kezébe veszi a teljesítményt, a hajtómű teljesítményt, és megnöveli, hogy ne csökkenjen tovább a sebesség, és ezzel megakadályozza azt, hogy elfajuljon a sebesség csökkenés és átesésig vezessen. Ennek alfa flóra hivatalos megnevezése. Na most ennek a kipróbálásához le kell csökkenteni a repülőgép sebességét, de arra az esetre is föl kéne készülni, hogyha ez nem működik, azaz meg kell határozni azt a sebességet, ameddig csökkentik a gépnek a sebességét, akkor, hogyha nem lép működésbe, és akkor ott a sebesség csökkentés abba kell hagyni. A pilóták ezt az értéket már nem határozták meg, innen kezdve tulajdonképpen az egész művelet nagyon veszélyessé vált, sőt, később végzetessé. Tudnék, amikor ehhez a részhez értek, akkor nem működött a átesés jelző, és ők viszont nem tudták, hogy hol van az a határ, ahol nem szabad tovább csökkenteni, tovább csökkentették a sebességet, és átestek. Na most két kérdés van, egyik az, hogy az átesésből miért lett katasztrófa, a másik, hogy miért nem működött az átesés jelző. Az átesés jelző az egy kis szárnyacska a pilótafülke két oldalán, amelyik érzékeli a légáramlás irányát, és annak a szögét utána közvetíti különböző berendezésekhez, többek között ehhez a bizonyos vezérlő berendezéshez, amelyiknek meg kellett volna akadályozni az átesést. Igen ám, de a visszaadási procedúra része volt a gép átfestése az új-zélandi légitársaság színeire, amit el is végeztek egy közeli üzemben, és utána, hogy ennek a nyomait eltakarítsák, lemosták a gépet, méghozzá bő vízzel, vízsugárral, és ez a vízsugár hogy nem belejutott ebbe az átesés mérő kis szárnyacskának a szerkezetébe, és amikor fölemelkedtek magasra, ahol már igen-igen hideg van, tehát ilyen -40-50 fok, akkor ez belefagyott, és ettől
amitől a szárnyacskának a mozgása megszűnt, onnan kezdve nem mérte az állásszöget, hiszen abban a helyzetben maradt, ahol a víz benne megfagyott. Azért tudott bejutni a víz, eredetileg a konstrukció ezt megakadályozta volna, de az Airbus gyárban valami hibát elkövettek, és a kezdeti formához képest jóval tágabb volt a hés a kis szárnyacska és a repülőgép burkolata között, és ami eredetileg 1 mm lett volna, az közel 4 mm volt ebben a sorozatgyártott darabban, és ennyi hely már elég volt a víznek, hogy behatoljon. A másik kérdés, hogy miért zuhantak le? Hát ennek több oka is volt. Az egyik az, hogy alacsonyan voltak. Eredetileg a berepülési programban 5000 méteres magasság volt megadva, hogy ott kell ezt a programot végig repülni. Egy ilyen magasságból, ha egy átesés be is indul, még van némi idő, és ha jól csinálják, akkor ez alatt ki tudják venni a gépet a zuhanásból. Viszont amikor a francia repülőtéren a német pilóták engedélyt kértek, akkor csak 1000 méteres magasságra kaptak engedélyt, onnan pedig sokkal gyorsabban becsapódnak, tehát kevesebb idő maradt arra, hogy kivegyék a gépet a zuhanásból. Hogy ennek mi volt az oka, ezt nem lehet már utólag tisztázni. A németek és franciák között évszázados ellenérzések is vannak, most már csökkenőben, de azért még néha megjelenik, de lehet, hogy ebben az esetben ennek semmi köze nem volt az ügyhöz. A másik probléma az egy olyan automatizmus volt, ami már szintén több esetben is problémát okozott, mégpedig az, hogy a repülőgépnek, amikor elkezdett átesni, akkor a pilóták tulajdonképpen végrehajtották azt, amit ilyen helyzetben kell, előre nyomták a kormányt, és megnövelték a hajtómű teljesítményét. A baj az az volt, hogy erre a gép egyáltalán nem azzal reagált, hogy gyorsult volna, hanem a magasba ágaskodott, és a sebessége még tovább csökkent. Ennek az oka utólag a fekete dobozok vizsgálata szerint az volt, hogy a vízszintes vezérsik, amit állítani lehet, és annak az a célja, hogy a magassági kormány segítse a működésben, tehát ha tartósan húzni kell a kormányt, akkor a vezérsík úgy áll át, hogy ezt a húzást nagy részét átvegye, és a kormányt ne terhelje húzamosan. Ez egy automatizmus ezen a gépen, tehát ha a kormányt egy irányba húzzák egy darabig, akkor ez automatikusan utána áll. Amikor csökkentették a repülőgép sebességét, akkor ugye ehhez, ahogy csökkent a sebesség, egyre jobban húzni kellett a magassági kormányt, hogy a gép ne kezdjen el süllyedni. Ezt észlelve az automatika a vezérsíkot is úgy állította, hogy magasabbra emelje a gép orrát, és ezzel segítse a magassági kormányt. Amikor viszont az átesés bekövetkezett, és a pilóták megpróbálták ebből kivenni a gépet, előre nyomták a kormányt, akkor ez az automatika már nem működött. Tehát a másik irányba már nem segítette őket, ugyanis az áteséskor az automatika úgy érzékelte, hogy az ő munkája úgy tűnik, hogy eredménytelen volt, hiszen át tudott esni a gép, és ilyenkor az automatika lekapcsolódik, és nem avatkozik bele a pilóták munkájába. Ennek van logikája, mert ha az ő működése közben létrejött egy ilyen kritikus helyzet, akkor lehet, hogy az ő működése is szerepet játszott abban, hogy ilyesmi történt, és ilyenkor jobb, ha leáll, és a pilótákra hagyja. Csak az a baj, hogy ezt a pilóták gyakran ebben a súlyos helyzetben, ahol nagy idő és veszély nyomás alatt álltak, nem észlelték ennek a jelzését, ez általában valami kis szöveges vagy egy kis szimbólum megjelenése a képernyőn, amit egy ilyen súlyos helyzetben a pilóták gyakran nem vesznek észre. Ez több más balesetben is megjelent ez a probléma. Tehát itt az történt, hogy a vezérsík teljesen emelkedés irányba volt beállítva, és úgy is maradt. Elvileg a pilóták, ha észrevették volna, hogy az automatika lekapcsolódott, akkor kézzel állíthattak volna, ha bár 1000 méteres magasságból erre sem lett volna túl sok idejük, de a fekete dobozok tanúsága szerint nem állítottak, tehát valószínűleg nem is észlelték ennek az automatikának a kiesését, illetve egy ilyen helyzetben ennek a bonyolult félig manuális, félig automatikus repülésnek az átlátása gyakran meghaladja a pilóták lehetőségét, olyan kevés idő van és olyan bonyolultak ezek az automatizált rendszerek. Tehát ennek az lett a végeredménye, hogy a gép becsapódott és a fedélzeten levő 7 ember életét vesztette.
ez az adatrögzítőnek a leegyszerűsített képe. Itt ez a leglényegesebb, hogy itt látszik, hogy befagyott az állásszögmérő, mert ilyen nincs, hogy ez ennyire egyforma legyen, miközben a sebesség láthatóan változik. De itt felmerül az, hogy egy szoftveres módosítás is kellene, vagy nem tudom, hogy azóta ezt megcsinálták-e, hogy ugye érzékeli, hogy nem mozog. Tehát valamilyen szintű mozgás, pici mozgásnak kell lennie, és hogyha teljesen nincs ilyen mozgás. Ráadásul úgy, hogy a sebesség változik, amikor teljesen egyenletesen repül, akkor se valószínű, mert látszik, hogy itt azért perceg. Nagyon szépen látszik, itt egy kicsit lecsökkent a sebesség, azonnal megnőtt az állásszög, tehát itt pedig egy durva változást, pláne itt, abszolút nem követett le. Tehát még azt is lehet, hogy egyáltalán nem mozog, de azt is lehet, hogy még a sebességet is figyelembe veszi. Itt nem segít az, ami mondjuk a maxoknál segített volna, hogy a két állásszög adót összehasonlítja, mert mind a kettő befagyott. Az egyik a kék, a másik a zöld. Egyszer járt meg a kettő. Hát ugye a hőmérséklet ugyanaz volt, a szerkezet is ugyanaz. Tehát a hőkapacitása, a késése, a külső hatások teljesen egyformák. Nyilván ez egy hosszabb dolog, tehát ez itt 14 óra 45, ez 15-45, tehát ez egy óra. Tehát nem másodperce pontosan fagyott be egyszerre. De igen, azt hiányolták a vizsgálatnál is, hogy nincsen semmiféle jelzés arra, hogyha ez nem működik. Lecsökkentették a sebességet. Ők meg akarták vizsgálni az átesés elleni védelmet. Ehhez nekik átesés közeli helyzetbe kellett hozni a repülőt, mert akkor lép működésbe az átesés elleni védelem. Mire oda jutottak, már be volt fagyva mindkettő állásszög jeladó. Igen, látszik, nézd a sebességet. Itt kezdik csökkenteni durván a sebességet, látszik, hogy csökken. Az átesés jelző már innen kezdve le van fagyva. Ez az idő. Hát egy óra. Közben más programokat repültek, tehát ennek a berepülésnek van egy csomó egyéb műsorszáma, az átesés elleni védelem, az ennek csak az egyik műsorszáma. Tehát közben döntögették, húzkodták, amikor ehhez értek, akkor lett jelentősége. Ez a gyári berepülőknek a programja volt, amit ők sose csináltak előtte. Tehát ez volt a gond, amit mondtam, hogy ezek nem berepülőpilóták voltak. Ráadásul a személyzetből a másodpilóta kimondottan idős és gyenge volt. Majdnem 60 éves volt, és megbukott a kapitányi átképzésen. A kapitány az ugyan egy oktató kapitány volt, meglehetősen nagy tapasztalattal, de nem berepülési tapasztalattal, hanem egyszerű útvonalrepülési tapasztalattal. Oktatott is, tehát értett az emberekhez is, de a berepülést, ezt a bizonyos, tehát mondom, ott kezdődött, hogy neki ki kellett volna számolni egy ilyen sebességértéket, ameddig ezt a játékot játsszák. Mert ugye, ha én kipróbálok valamit, az kétféleképpen végződhet. Vagy működik, vagy nem működik. Ha működik, akkor nincs gond, csökkentem a sebességet, egyszer csak átveszi tőlem a gázkart, föltolja, és akkor látjuk, hogy rendben van, működött. Na de ha végeredmény az, hogy nem működik, akkor se szeretnénk leesni, ezért megvan az, hogy hol kell neki működésbe lépni, addig a sebességig lecsökkentem, nem lép működésbe, akkor már tudom, hogy nem működik, mert itt már működnie kellett volna, ők nem számolták ki. Ők abból indultak ki, hogy ez működik. És mindezt 1000 méter magasságplafonnal csinálták? Igen, mert a francia nem adott nekik 5000, ahonnan még esetleg kivehették volna. Nem érezte a kapitány veszélyesnek ezt a magasságot ilyen teszt végzéséhez? Nem. Itt hiányzott a tapasztalat. Tehát egy olyan berepülőpilóta, aki alatt már átesett a repülő, mert esetleg ők tényleg átejtik a repülőt próbaképpen, amikor új típus kijön a szalagról, akkor ő tudná, hogy neki mennyi kell ahhoz, hogy kivegye az átesésből. Ez az ember még sose esett át repülővel. Az az igazság, hogy volt ilyen tapasztalatunk, hogy kisgépesek jöttek Magyarországra, és itt mindenféle repülési kunsztokat akartak repülni, és kiderült, hogy még sose repültek dúóhúzót. És akkor aki vezette azt a programot, az azt mondta, hogy amíg ő itt van, addig az nem repülhet ilyet, aki nem csinált legalább egy dugóhúzó bemutatót. Kiderült, hogy a Cessnák nem bírják a dugóhúzót. Tehát ahhoz erősebb kisgép kell. És akkor az E-142-essel, meg olyannal, amelyik bírja, olyannal elvitték őket, és csináltak velük dugóhúzót, hogy na látjátok, ezt kell csinálni, és akkor így viselkedik. Hát nekünk, amikor csináltuk a kiképzést a Malévnél, még a legelejét, a kisgépest, akkor nemhogy dugóhúzót kellett, irányba kellett tudni kivenni a dugóhúzóból. Nálunk azt nagyon komolyan vették, akkoriban még az MHS-nél is a motoros szakszónak része volt a műrepülés.
Ez most már a géptípusok miatt sem lehetséges, mert csomóan olyan gépen repülnek, amivel nem lehet, nem műrepülhető. Hát az ultralightok azok sehol nincsenek a műrepülhetőséget, a szilárdságuk az nem bírná el. Egyébként volt még egy érdekessége, azt még hadd mondjam el, a másodpilóta 58 éves volt, kapitány 51. Nem nagy különbség, de általában az a normális és az működik jól, amikor a másodpilóta fiatalabb. Ezt úgy hívják, hogy van a pilóta fülkében egy gradiens. Az a jó, hogyha enyhén lejt a másodpilóta felé a gradiens, ami azt jelenti, hogy a kapitánynak van tekintélye a másodpilóta előtt, de azért nem akkora, hogy nem eljen szólni, ha a kapitány hibát csinál. Két probléma van, az egyik az, hogyha nagy a gradiens, és nem mer szólni a másodpilóta, ez akkor gond, ha a kapitány valami butaságot csinál, ami az időnként előfordul. Ennél jóval veszélyesebb, amikor esetleg nincs gradiens, vagy fordított. Tehát itt ugye a kapitánynak megvolt a tekintélye, mert főnök is volt, megvolt a kapitány kinevezése, de egy ugyanolyan tapasztalatú és idősebb másodpilóta volt. Ennél csak az a veszélyesebb, amikor a másodpilótának mondjuk magasabb a földi beosztása. Ilyen volt a Jaroszlavi gépen, hogy ott a főnök volt a másodpilóta, és máshol is előfordult. Van például, hogy oktatás van a gépen, azt az amerikaiak csinálták, hogy egy oktató ült a másodpilótai székben, a kapitány az egy sima kapitány volt. Nem oktatás volt, tehát egyértelműen a kapitány volt a főnök, de a másik magasabb képzettségű volt. Ez a dolog elműködött egészen odáig, amíg nem volt baj. És amikor azt hiszem, hogy leszálláskor egyszer csak baj volt. Valami akadály volt előttük. És a kapitány úgy döntött, hogy átstartol. Amikor leszáll az ember, még utána közvetlenül az a szabály, hogy amíg a sugárféket ki nem nyitom, addig még át lehet startolni. Onnan kezdve már nem. És kapitány rátolta a gázt, a másik meg úgy gondolta, hogy inkább megállnak, de mivel oktató volt, ő fölényben érezte magát, és úgy gondolta, hogy ő sokkal méltóbb arra, hogy döntsön, és ő úgy döntött, hogy megállnak. És ő meg rálépett a fékre. Úgyhogy sem megállni nem sikerült, se felszállni. És ez általában nem vezet semmi jóra. Amikor a gradiens nincs a helyén. Tehát ezért fontos, hogy legyen egy enyhe lejtése a másodpilóta felé, az a normál eset. Elműködik máskor is, de ott benne van egy kockázat, mert amíg nincs semmi különös, addig egy oktató is el tudja játszani a másodpilótát, de vészhelyzetben megeshet, hogy úgy dönt, hogy ő a méltóbb a döntése, és ez már probléma. De ebben az esetben, tehát most ő hiába volt mondjuk vastagabb, ha már így fogalmazok, a kapitány jól dönteni, tehát ő hogyan dönthetett saját maga? Ilyen nincsen, hogy ő saját maga dönt, hogy de, ő képzeli. Van. Egy ilyen helyzetben, amikor nincs idő semmire, amikor másodpercek vannak, akkor egyszerűen, amit mondtam az amerikai példánál, egyszerűen rálépett a fékre. Megtehette. Ott volt a fékpedál, ott volt a lába. Rálépett, mert ő azt érezte, hogy baj van, és ő úgy látta a megoldást, hogy meg kell állni.